A vadak, a kivilágítatlan biciklisek és a szemből érkező autósok vakító fényszórója is gondot okozhat az éjszakai vezetés során. A szakemberek a fényjelző berendezések fokozott ellenőrzését javasolják azoknak, akik sötétben indulnak útnak. Nyaralás előtt többen döntenek úgy a dugók elkerülése érdekében, hogy már a késő éjszakai, kora hajnali órákban elindulnak. Fúrdán János autós oktató hangsúlyozta, ebben az időszakban jelentősen romlanak a látási viszonyok, még a világító és fényjelző berendezések megfelelő használata mellett is. Lakott területen kívül a közvilágítás hiányában pedig még nehezebb a helyzet. Nagyon fontos, ha éjszaka indulunk vezetni, akkor mindenképp kipihent állapotba induljunk el. Ha mégis úgy érezzük útközben, hogy fáradtak vagyunk, akkor nyugodtan álljunk meg, kis testmozgásra frissítsük fel magunkat, esetleg szundítsunk néhány órát. Indulás előtt mindenképp érdemes leellenőrizni az autón a világító és fényjelző berendezéseket. Nézzük meg azt, hogy a lámpák milyen szögbe világítsák be az úttestet, illetve indulás előtt tisztítsuk meg a fényszórókat. Az oktató elmondta, a reflektor ereje éjszaka vakítóan hat a sofőrökre, így azonnal vissza kell váltani tompított fényszóróra, amint szemben is közlekedik jármű az úttesten. Fontos továbbá, hogy vadállat vagy egy kivilágítatlan biciklis felbukkanás esetében sem szabad pánikolni. Lakott területen kívül nagyon fontos, hogyha nem jön senki az adott útszakaszon, mert ilyen előfordulhat éjszaka, akkor az úttest mellett próbáljunk meg ilyen csillogó pontpárokat keresni. Ezek ugyanis vadra utalhatnak. Ilyenkor mindenképp úgy közelítjük meg az adott szempárokat, hogy csökkentsük a sebességünket. Gondoljunk arra, ahol egy vad van, ott lehet, hogy több is jöhet. Nagykanizsán éjszaka kevés jármű közlekedik, így a közlekedési lámpákat is kikapcsolják. Varga László, a Kanizsa Taxi tulajdonosa hangsúlyozta, ilyenkor még nagyobb odafigyelés szükséges, főleg a gyalogátkelőknél. Sokan kerékpárosok is áthajtanak a gyalogátkelőhelyen úgy, hogy nem szállnak le a kerékpárról, tehát az a szabályos, hogyha úgy tolják át a gyalogátkelőhelyen. Ez nagyon sokszor előfordul, de azért általában, hogyha nem működnek a lámpák, és a gyalogos átkelőhely közelébe érkezünk, akkor azért illő egy kicsit jobban széjjel nézni, nem csak a gyalogátkelőhelyet kell nézni, hanem egy kicsit jobban széjjel nézni, hogy esetleg váratlanul egy kerékpáros vagy egy futó személy vagy valaki benne fusson az autó elé a féktávolságon belül. A szakértők szerint az éjszakai vezetés az autópályán még monotonabbá válik, ezért fokozottan figyelni kell a megfelelő követési távolság betartására.